Ez Exatlon 91. versenynapja. 91 napja küzdenek, harcolnak az atléták, és még mindig teljesen kiszámíthatatlan egy-egy meccs eredménye. Tegnap egy vizes pályán az olimpiai medencében 10-6-ra a bajnokok nyertek. Most szintén vizes pálya van itt a Karib-tengerben. 9-6-ra viszont most a kihívók vezetnek, 3 meccslabdájuk van. A rajtnál Bálint és Dani. Felkészülni, 3, 2, 1! Lendülnek, és bent a vízbe! Ki máshol lenne az első nyomás a meccslabda értékesítésre? Itt Herceg Kis Bálinton, aki az első nap óta itt küzd, harcol az elemekkel az Exatlon akadálypályáin. És egy karika fönt, 2 karika Bálintnak, lép át benne a tengerben, és fogja meg a labdát, Dani most veti bele magát a tengerbe mögötte, Bálint pedig már a végén rakja be az első labdát, gyakorlott mozdulatokkal érkezik vissza a másodikért, Dani megy mögötte, Bálint fogja a második labdát, Dani kezében a második, nincs túl nagy különbség köztük, de Bálint berakja a másikat, és Dani és Bálint jön a hatalmas lasztival, Totem repül, és a 19 éves fiatalember veti bele magát az utolsó akadálysorba, Dani követi, Bálint pedig szokásos nyugalmával fogja a dobófát, és egyből egy, és megmoccan, de nincs bent, és Daninak is bent van egy, és Daninak bent van a második, nyúl a karikákhoz, Bálint dob, és neki is bent van a második, Dani. És Bálint megcsinálja! Övék az élmény! Mi van? Gyere a válaszok! Éjszakai élményt, a kokobongósót ma 10-6-ra a kihívók nyerték! Nem is tartóztatlak benneteket tovább. Hajrá! Előre! A buliba! Mert ilyen az Exatlon! Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.